Te Manu? Mit nézel? Mi van ettől fönt ott? Ez egy madárkaki. Micsoda? Hát egy madárkaki. Ekkora? Hát vannak itt madarak. De ekkora? Ilyen nincs, hogy a mi hazunk egy gólya, vagy egy nagy madár, egy sásfa, mit tudom, vagy egy somoly ide jön, és elengedi magát pont a tetőmre. Nem a szomszédra, vagy nem a földön, nem pont a tetőmre, amikor ráadásul fekete a tető, és van egy fehér csík. Na, ettől kivoltam. Nyilván én nem fogom létrával maszkani fönt és megmosni. De legalább 40 cm, mit évet az a madár? Te honnan tudjam? Itt, ahol lakunk, tényleg csend van. Jól érezte magát, fingott egyet, és nem csak fingott, hanem bejött minden belőle, amit lehetett. Hosszú csík a fekete tetőn. Mit lehet ezzel csinálni? Debbie röhögött, de én nem. Mert ő mindig könnyen veszi mindent, hogy ez csak egy izé, madárkaki. Ú, de szép, akkor legyen még több madárkaki itt. Legyen minden, legyen sok csík ott a tetőm, hogy fekete-fehér, fekete-fehér. Ilyen nincs. Na jó, figyelj, itt Parc des Princes lesz. Itt egy madár nem szabad, hogy kaki jön a fűre, mert azt hallottam, hogy egy kaki jön a fűre, ez tönkre teszi. Érted? Igen, értem. Na. És mi a megoldás? Vajjál. Tehát nem fogom húzni itt a kert, nem? Vajjál. Mit tudunk kitalálni kint sem? Vajjál, madarok nem jönnek ide kakilni.